hogyan készült. A mai műsorban megmutatjuk, hogyan készül a villáskulcs. A felvágott, a golfautó és a léghajó. Amikor meghúzunk egy csavart a kerékpárunkon, vagy megbütyköljük az autónkat, akkor a villáskulccsal a legnehezebb munka is könnyűvé és biztonságossá válik. A legjobb villáskulcsokkal könnyen a csavarhoz férünk, és erőteljesen meg tudjuk azt húzni anélkül, hogy eltörnénk az ujjunkat. Egy jó minőségű villáskulcs egy életen át kitart. A villáskulcs U alakú vagy zárt hatszögletű végének segítségével anyacsavarokat húzunk, illetve lazítunk meg. Metrikus és collos méretben is lehet kapni. Az elkészítéséhez először a hosszú acélrudakat egy vágógép méretre vágja. Mindegyikből egy darab villáskulcs lesz. Ezután egy gép minden darabot az indukciós kemencébe továbbít, amely körülbelül 1000 Celsius fokra hevíti fel őket. Majd az első nyomógép segítségével kialakítják a villáskulcs alakját. A második nyomógép megadja a végső alakját. A harmadik pedig levágja a felesleges fémrészeket. A kulcsok útban a gyűjtődoboz felé teljesen kihűlnek. Ezután egy munkás lecsiszolja a nyomógép nyomait, azaz a két préselés során szerzett vékony sorját. Ezután egy automata csiszológépbe helyezik a szerszámot, mely lecsiszolja a végeit. Homokfúvásos technikával csiszolják simára a nyíl mindkét oldalát. Ezt a gépet már teljesen simára csiszolva hagyják el a villáskulcsok. Ezután egy 75 tonnás hidraulikus prés segítségével a nyelébe préselik a szerszám számát, méretét és márkáját. Következő lépésként 15 fokban meghajlítják a kulcs végét. Egy függőleges marógép lyukat válja a villáskulcs egyik végébe, közben hűtéssel védik a túlmelegedéstől. Ennek a hidraulikus hatszögletű tágítógépnek a segítségével érik el, hogy a kulcs feje hatszögletű legyen. A nyitott végüket szintén megmunkálják. Ebben az esetben a megfelelő méretűre marják a kulcs fejét. Ezután ezt a részt is tökéletesen simára csiszolják. Ezután a kulcsok egy három lépcsős hevítési fázison esnek át, hogy megerősítsék és megedzék a fémet. Néhány villáskulcs zárt hatszögletű végét is kiválják. Ez a szerszám tökéletesen nehezen megközelíthető helyen lévő csavarok eléréséhez, például egy hidraulikus csövön. Kerámia golyókkal és egyéb egyszerekkel 8 órán át csiszolják a kész villáskulcsokat, hogy szép fényesek legyenek. Ezután egy nikkel oldatba mártják őket, mely korrózió elleni védelemmel látja el a szerszámokat. Ez a krómos fürdő biztonságosabb és környezetkímélőbb megoldás az eddig használt módszereknél.
Az utolsó vizes merülés után a villáskulcsok már csillogó külsővel rendelkeznek. A felvágottak még az egészségtudatos táplálkozás korában is kedvenc csemegéink közé tartoznak. Csak nem mindenki szereti a finom szendvicseket, vagy a grillrácsról éppen levett kolbászt. Manapság a legjobb felvágottak soványhúsból készülnek, nincs bennük zsír, sem állományjavító, alacsony a só, illetve a telített zsírtartalmuk. Néhány vállalat a régi hagyományoknak megfelelően még kézzel készíti a felvágottakat. A művelet első lépéseként ledarálják a friss húst. A darált hús egy gyűjtőbe érkezik, amely a keverőgépbe önti. Jég hozzáadásával a hús hideg és friss marad. Ezután sót és természetes fűszereket és fűszerkeverékeket adnak hozzá. Alaposan összekeverik. Az állati tisztított belet a töltőgépbe húzzák, mely megtölti és megformázza a kolbászokat. Vessünk egy pillantást a gép belsejébe. Láthatjuk, hogy hogyan jut el a hús a bélhez, és hogyan formázzák a kolbászt a kívánt vastagságra és hosszúságra. Amint a kolbászok elhagyják a töltőgépet, már is futószalagra pakolják őket. Útra készen állnak a füstölőterem felé. A megfőtt felvágottakat egy sütőbe továbbítják, melyben a felszínükön maradt összes baktérium elpusztul. Ezután műanyagzacskóba csomagolják őket, melyen feltüntetik a gyártási dátumot. Ez a gép vákum segítségével kiszívja a levegőt a zacskókból, melyek így már készen állnak a szállításra. Az olivás pástétom elkészítésénél olivát, ecetes savanyúságot és szegfűborsot kevernek össze, majd ehhez sót és fűszereket öntenek. Ezt adják a friss marha vagy disznóhúshoz. A töltőgép segítségével megtöltik a tepsiket. Ezután a megtöltött tepsiket sütőbe tolják. Az elősütés alkalmával a pástétom felveszi a tepsi alakját. Ekkor még csak a külső része barnult meg. Miután kifordítják a húst a formából, visszateszik a sütőbe, hogy minden oldala megbarnuljon. Ezek az európai stílusú pástétomok körülbelül 10 órán át sülnek. Egy másik fajta felvágott elkészítésénél pepperonit töltenek a gépbe, mely az olasz fűszerekkel kevert disznó és marhahúst a belegbe tölti. A gép meghatározott mennyiségű húst tölt a belegbe, majd mindkét végét lezárja. Ezután egy állványra pakolják, majd a sütőbe tolják őket. A német felvágott elkészítéséhez a marha belet a töltőgépre húzzák. Ami fűszerezett marha és disznóhúst présel bele. A végét egy alumínium kapocssal zárják le. Egy tüskékkel ellátott lapáttal megütögetik, hogy a légbuborékok szabadon távozhassanak, így biztosítva a hús egyenletes átsülését. Itt az ideje, hogy a német felvágott is a sütőbe kerüljön. Körülbelül 8 óra alatt teljesen átsül. Ezután feldarabolják, majd gyártási dátummal ellátott fóliába csomagolják.
A világ minden táján találkozhatunk különböző felvágottakkal. Skócia nem csak a golf, de a golfautók szülőhazája is, amit 1946-ban talált fel egy fogorvos, nevezetesen John Keegan. Az 50-es évek végétől a világ minden táján használják ezeket az autókat. Alacsony padlózatuknak köszönhetően még a leghepehupásabb területeken is biztonságosan tudnak haladni. Ez az akkumulátorral meghajtott stílusos autó még kényelmes is. Bár az ütésben nem segíthet, tulajdonosát egy szempillantás alatt elröpíti a következő lyukhoz. Az autó megépítéséhez először összerakják a könnyű alumíniumból álló keretet, amelyet két helyen hajlítanak meg a forma kialakításához. A présgép PVC-ből kialakítja az első és a hátsó üléseket. Egy munkás levágja, majd egy kipárnázott furnérlaphoz tűzi a PVC lapot. Ezután levágják a maradék anyagot, és félreteszik az elkészült ülést. Ideje, hogy összerakják a motort. Egy tengelyt erősítenek egy differenciál műhöz, ami a kerekeket hajtja. Erre egy szorító gyűrű kerül. Ezután a szerkezethez erősítik a 48 voltos elektromos motort. Mindezek után megépítik az autó külső keretét. A vezető oldallal kezdik, majd az utasoldali rész következik, végül a középső elem, ami a helyén tartja a két oldalt. Az összeállított keretet a futóműre helyezik, majd az első felfüggesztés is a helyére kerül. Miközben az autó az összeszerelés következő fázisához ér, egy műanyagborítást tesznek az autó első részére. Beszerelik a pedálokat. Ezután a szerkezethez erősítik a hátsó részt is, melyben az akkumulátor is helyet kap. Négy különböző kábellel kötik össze az akkumulátort és a motort. Ezután csatlakoztatják az elektromos vezérlőegységet, mely irányítja a gépet. Ezt a részt is egy műanyag elemmel fedik le. Az alváz tartja az autó lényegi részeit, mint például a pedálokat és a kormányoszlopot. Minden elektromos részt komputer ellenőriz. Ha a 130 beépített alkatrész akár csak egyikét is nem megfelelő nyomatékkal húzták meg, az autó nem léphet a gyártás további szakaszába, a hibát helyben kijavítják. Ezzel megelőzik, hogy túl szorosra vagy túl lazára húzzák meg a csavarokat. Ezután meghúzzák az akkumulátor kábeleit és ellenőrzik a töltés szabályzót. A szabályok szerint egyetlen golfautó se lehet képes 25 km per óránál nagyobb sebességre. Ezután a helyére teszik az első és hátsó üléseket, melyek tökéletesen illenek az előre megformált műanyagba. Ezután műanyaggal fedik le a futómű első részét. A féket is beépítik. Ellenőrzik, hogy a fékpedál megfelelően működik-e. A kijelzőn ellenőrzik, hogy a szerkezet megfelelő fékhatást tud-e kifejteni. Végül a dísztárcsák is a helyükre kerülnek. A végső műanyag díszborítást az autóra szerelik. A golfautó előállt és üzemkész. Egy hidraulikus liftnek köszönhetően az elkészült autók automatikusan lekerülnek a gyártósorról. Még utoljára ellenőrzik minden porcikáját, még az ülések alatt is.
ezután kikocsikáznak velük a kültéri parkolóba. Egy percig se aggódjunk, a műanyagváz ellenáll a legmostohább időjárási viszonyoknak is. Hamarosan megszállott golfosokat fuvaroznak majd a világ minden táján. A léghajó alapjában véve egy hatalmas hélium léggömb meghajtórendszerrel. Az utasok és a személyzet egy a léggömb alá függesztett gondolában utaznak. Amennyiben a jármű belsejében vázszerkezet van, akkor merev vázú léghajóról beszélünk. A kis kormányozható léghajókban nincs ilyen váz. A léghajó burkolata ötféle poliészter alapú anyagból áll, és pillekönnyű, ugyanakkor ellenáll az időjárás viszontagságainak és az UV-sugaraknak is. A ballont a nem gyúlékony héliummal töltik meg. A hajó végén találhatók az irányításához szükséges kormánylapok. A gyárban minden egyes kormánylap könnyű karbonszálas anyagból készül, amit egy poliészter anyaggal vonnak beragasztásos módszerrel. Ezután addig vasalják, amíg kellően feszes nem lesz. Ugyanezzel a módszerrel még két réteg poliészter kerül a felületre, végül pedig fehérre festik. Acélszálak és kötelek segítségével a hajótesthez rögzítik a lapátokat. Az acélszálak merevek, ám a kötelek engednek, ha a hajótest repülés közben meghajlik. A kormánylapokat a pilótafülkével huzalok és görgők rendszere kapcsolja össze. A pilóta egy kormányszarv segítségével mozgatja a lapátokat, melyekkel szabályozni lehet a felle, illetve az oldalirányú mozgást is. A mérnökök lyukakat keresve alaposan megvizsgálják a ballont, nehogy szivárogjon a hélium. A lyukakat először egy réteg ragasztószalaggal fedik le, majd körkörösen ragasztót visznek fel rá. Erre egy, a ballon több rétegű anyagából készült lapocskát helyeznek. Egy spatula segítségével eltávolítják az alatta rekedt levegőt és a felesleges ragasztót. Így biztosítják a légmentes tapadást. A léghajót két benzinmotor hajtja meg, ezeket a léghajó hátsó részéhez, a gondolához illesztik. A légcsavarok éles pengéit biztonsági okokból egy műanyag gyűrűben helyezik el. Mindkét oldalra egy-egy kerül. A légcsavarok lapátszöge állítható, hogy a motor irányváltása nélkül legyenek képesek az ellentétes irányba is mozgatni a járművet. A pilótafülke műszerfalát gáznyomásmérővel is ellátták, mivel a léghajó felemelkedésekor a gáz tágul, így csökkenteni kell a nyomást, nehogy a ballon szétpukkanjon. Továbbá a pilóta egy gázszelepet is ki tud nyitni, ha ki akarja ereszteni a héliumot. A szelep ellenőrzésekor sűrített levegőt szivattyúznak bele és folyadékot öntenek rá. Egyetlen buborék megjelenése is szivárgást jelent, amit meg kell szüntetni. A szelep emelőkarok és kábelek segítségével működik. Az elektronikus hibákkal ellentétben a kábeleket akár a levegőben is meg lehet javítani. Ahogy a képen is látható, a ballon belsejében légzsákok, levegőtartályok helyezkednek el. A pilóta az emelkedéshez leengedi a tartályokat, a süllyedéshez pedig felfújja. A ballont és a gondolát kábelekkel, szíjakkal és pántokkal kapcsolják össze. Ezután a gondola mögötti ballaszttartályt feltöltik vízzel. Vészhelyzet esetén a személyzet a felhajtóerő növelése érdekében kieresztheti a ballasztvizet. A gondolában súlyokat, 10 kilós ólommal teli zsákokat helyeznek el. Felszállás előtt a pilóta ellenőrzi a léghajó utasokkal és üzemanyaggal megnövelt súlyát. Ezután a gépet a kis zsákokkal egyensúlyozzák ki. Parkoláshoz egy árbóchoz kötik ki a léghajó orrát.
A léghajót csupán a felszállás előtt vontatják ki a hangárból. Mindenki a fedélzetre. Azaz, mindenki kapaszkodjon a gondolába a felszállásig.